Körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdődött ennek a lehajtó és felhajtónak az előkészítő munkái. A állandó változás miatt a terveknek a módosítása, hiszen közben megtervezték az egyes autópályának a 2x3 sávosra való bővítését is, az is módosította, úgyhogy többszörösen kellett a terveket változtatni. Szerencsére most már ott tartunk, hogy márciusban az alapkőletétel megtörtént, és most már a kivitelező végzi a nyomvonali földmunkákat, elég jól haladnak. Mi minden segítséget megadunk nekik, eddig 2-szer jöttek be valamilyen kéréssel, annak érdekében, hogy tényleg a határidőre elkészülhessen. Mit jelent ez a település életében? Hát mindenképp egy nagy dolog lesz. Ezt már körülbelül 20 évvel ezelőtt tervezték, hogy jó lenne majd egy ilyen feljáró, de akkor a körülmények olyanok voltak, hogy nem jött össze semmiképpen. Szerencsére a kormányzat bevállalta ennek az összekötő útnak a forrását, és így megvalósulhat. Ez a falu életében azt jelenti, hogy az autópályára sokkal hamarabb, nem Biatorbágyon keresztül araszolva kell följutni, és Budapestre való be, illetve hazautazás is legalább egy 15-20 perccel rövidebb lesz. Nem kell attól félni, hogy Pátyon megnő a forgalom, vagy van valami elkerülő út? Nem, mert eddig is Budajenő és Telki rajtunk keresztül ment föl az autópályára. Ez annyiból lesz jobb, hogy gyorsabban feljutnak az autópályára, nem zavarják Biatorbágyot sem, mert azért 3 település, Páty, Telki és Budajenő minden nap 2-szer Biatorbágyon keresztül ment, azért ez egy nagy terhelés az ott lakóknak. Azért örülünk neki, hogy ez igaz, hogy nekünk is terhelés az, hogy még Telki és Budajenő rajtunk keresztül megy, de hát ezen nem nagyon tudunk változtatni. Ők olyan helyzetben vannak, hogy muszáj, hogy rajtunk keresztül menjenek. Milyen a vízhangja itt Pátyon az autósok körében? Akikkel én beszéltem, a nagy része mind örül neki, hiszen nem csak a bejutás lesz rövidebb, hanem az ingatlan tulajdonosoknak az értéke, az ingatlan értéke is megnő. Tehát az, hogy valaki gyorsabban bejut ma Budapestre, az egy hatalmas érték, hiszen látjuk, hogy milyen óriási forgalom van az agglomerációba, úgyhogy ez egy hatalmas előrelépés lesz majd. Ennek az egyik legfőbb oka az volt a felhajtó létesítésének, hogy az autópálya és a falu közötti iparterületet lehessen fejleszteni. Ez az iparterület fejlesztés egy elég nagy volumenű beruházás lesz. Már elkezdődött, a Hello Parks egy elég nagy részt, 100 hektárt megvásárolt ebből a területből, és ők már el is kezdték a fejlesztést, a csarnokok építését, és ott ezen a területen van az önkormányzatnak is tulajdona. Az önkormányzatnak semmi feladata nincs ebben az építkezéssel kapcsolatban? Hát nekünk olyan feladatunk van, hogyha az építető vagy a NIF valamilyen kéréssel fordul hozzánk, például voltak ott utak az autópálya fölött, ami a Sasfészek pihenő két oldalát köti össze, az az út az önkormányzati tulajdonban volt. Ezt célszerű az ilyen főutaknál, hogy ez mind állami kézbe kerül a közút kezelésébe, ott át kellett adjuk. De örömmel átadtuk, mert nekünk egyébként ez csak plusz teher volt, hogy csúszásmentesíteni kell télen. Ezek egyszerűbbek, hogyha az állam kezelésében van. Határidőre meg kell, hogy épüljön. Melyik ez a határidő? A Sasfészek pihenő és a falu közötti, illetve a Biatorbágyi út közötti területnek márciusra kész kell lenni,
és a Gilán mellett is körforgalom és a Zsámbéki kanyar közötti elkerülő út, az pedig jövő év végére, tehát 23. december végére kell, hogy kész legyen. Én úgy látom, hogy megfelelő ütemben tartanak, valamikor a következő hetekben már kezdik a Biatorbágyi úton is a körforgalom kiépítését.